Na csácsomi, csötészt a csokoládé, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, kipejelentkezik a következő alsó újrak résszel, amiben dolgozunk mi nem kevés észszel, mert attól keressük a pénzt, és abból lesz egy csomó rész. Nem tudom, miért rész lenne, miről beszélsz, Skipper? Meg vagy keveredve, testvérem? Na, csapjuk neki gyerekek. És már hozni kell az ifát, ugye? Ja, jön az éjszaka. Akkor kell majd dolgozni a földeken. Hú. Srácok, annyi történetemben beszartok neki. Egyébként lehet, hogy egy kicsit rövidebb lesz ez a rész. Jaj, de most már te jobban tudjátok, mint én. Hogy rövidebb a rész, vagy nem rövidebb a pénz. Vagy a rész, vagy a pénz, vagy az asset keeper, vagy miről beszélsz. Azon gondolkozok. Nem lehet valami másik úton elmenni azokra a földekre. Várjál, álljál meg. De ember csak kerülőnek lehetne, úgyhogy ez nem éri meg. Aha, várjál. Gyerekek, már ott izé van, fönforgás van gyerekek, a kombájnok meg vannak telve, csapassuk. Azért leszakad a pofám gyerekek, hogy mennyi pénzt össze izé gubrincsoltunk. Mi? Várjatok, azon gondolkozok, hogy nevet tudok eljutni máshogy itt. Máshogy. Nem nagyon, úgy látom, egyébként. Egyébként a hülyeséget megcsináltam, mondom, itt nevet tudok kimenni a földes útra. De... maximum akkor, hogyha jönne egy dutra. Pirosabb világ itt a lába. A keeper neki rongyol, és nem marad lába. Mit visznek gyerekek? Mába, mit visznek? Van megint a készíják a gyerekek. Hova viszik ezeket a kombájnokat? Egyszer eltérítjük ezt a vonatot, és akkor a miánk lesz. Na. Egyébként nem tudom, miért itt akartam kijönni, mondom, itt jó lesz nekem, de egyébként nem is lenne rossz. Ott figyeljél. Csak milyen hosszú ez a vonat? Olyan hosszú, mint a vonatfügy, szokták mondani vala, ugye? Na. Csapjuk neki gyerekek. Itt mondom, át tudok-e gangolni. Hát, nem az ifának kitalált terület, főleg nem ugye, mert nem telefes ifák van nekünk, hanem csodálatos. Csodálatos sima ifa. Na, bekapcsoltuk a refit, veretjük neki, mint a veresegyházú asszonykórus, mert az összes kombány gyerekek, minden kombány problémába ütközött. Egyre pusztulat messzik a vindi gyerekek. Valamit ki kell találni erre, ez az útvonal valahogy annyira kacifántos, és az igazság, hogy ugye pont arról volt nagyba szó. Pont arról volt nagyba szó, hogy nem az Isten háta mögött fogok aratni. Hát erre meg mi történt, gyerekek? Erre meg mi történt? A keeper hülye volt. Hülye volt egyébként. És viszont, gyerekek, meglepi lesz. Következő részben megpróbáljuk befogni ezt a pótkocsit, amelyik itt van nekünk. Annak az ügyébe, hogy itt a hátsót, hogy kettő pótkocsival kellene szállítani a izét, szajrét, a fát, ugye, hogyha fel kell a nap, és akkor az nekünk nagy biznisz lenne, mert akkor dupla annyit kapnak. Nem tudom, erre a pótkocsira fel tudom-e szórni a fát, meg az MTZ viszi-e, de meg lesz próbálva a gyerekek, jó? Úgyhogy erre lehet készügyi. Mondjuk most a kombányokat gyorsan leürítjük, amennyire tudjuk, de igazából nem fogjuk tudni. Úgyhogy szerintem ez az éjszaka kombányürítgetéssel leszünk. Aztán utána ugye 124 ezer pénzünk van, ami nagyon jó. Jaj, ilyenkor is eszi a kombány a pénzt, ugye. Jaj, mindig elfelejtem lekapcsolni. Hiába megtelett, akkor is ugyanúgy kapja a munkása. Miért ül a kombányba, aztán csak néz, vakarja a tökét, azt semmi, gyerekek. Nem üzletez nekünk, de hát jó van, oké. Nem küldjük el, munkanélküliség van úgyis, koronavírus miatt. Kombányban minimum másfél méter távolságot tartsátok, gyerekek, minimum. Szerintem. Na, nehogy már megteljen az a hátsó kocsi. Fát szállítani, gyerekek, lehet, hogy az nekem tökéletes lesz. Úgyhogy befogjuk, nappal lefogjuk az ifáról, utána meg befogjuk.
Meg a szánkat nehogy befogjuk, mert akkor az nem lesz jó. Egyébként pont Ferike mondta, hogy jó az a timeless videó, csak pont a folyamatos pofázásod hiányzik belüle. Hát mondom, ez ilyen. Ez így szokott lenni. Ez ilyes fajta. Azért van másik sorozat. Tudjátok, melyik a legdurvább sorozat? Legveszélyesebb? A géppuska sorozat. Na jó van, egy kicsit. Egyébként tudjátok, hány óra van? Reggel van. Reggel 7 van, Keeper kezdte a videót, hogy bába föl tudja tölteni ezt nektek, még ebéd, a jó ebédhez szól a nóta helyett. Egyébként amire leürítem gyerekek, arra megtellenek bazze ezek a kombájnok. Hát azt nem mondd bazze, hogy már 21%-on van az első, hallod? Amire leürülne, arra már megint izé van, megint fönforgás van. De viszont te 100%-ra várta ezt. Jaj, gyerekek. Ezt a koszos isvát is majd le kéne cserélni, de egyébként, amit... Jajjaj, oda nézzél. Jaha. 42%-ra le van sérülve azért, azt vágjátok, ugye? 42%-ra le van sérülve már a izé. Szerintem a pótkocsink egyébként, azt írja annak. Jó, az fasza. Menjünk azért. Póttal megyünk az ifával. HV85 szerintem se vinni ez a rémálom. Várjatok. Hát kivegyünk szépen okosba. Az a baj, ezek a főnesútek, ezek tönkreteszik. De egyébként a izé is tönkreteszi, a verdészet is tönkreteszi a gépeket. Ugye folyamatosan szorod rá a fát, mint süket a lisztet. Aztán izé lesz belőle a fönforgás. Jó, vagy szerintem ezt lerakom, azt már jöhetek vissza, mert már 62%-on van kombányunk. Szerintem ezzel el leszünk most itt éjszaka. Itt van egy marha nagy lyuk. Úgy, okosba. Hát igen, ezt elviszem, azt már jöhetek vissza, gyerekek. Jöhetek vissza. Azon gondolkozok, hogy lehetne jobban megoldani, de nagyon nem lehet ezt megoldani jobban. Ja, nem a legideálisabb ez az útvonal. Itt is odarézd, mekkora lig van te. Hát szemben állja meg azok, aki ezt így akciózta nekünk. Gyerekek. Nem egyszerű az élet. Zifás élete, éjjel dolgozunk, 23. Egyébként elég hamar reggel ez, gyerekek. Aztán szerintem tényleg azon gondolkozok, ezerben azon gondolkodok, hogy lehet, hogy kettő rövidebb rész lesz, esetleg akkor lesz hónap is ebből egy. Jó, de izé, történetmesélés. Ne is foglalkozzunk az időben, az olyan szar. Hát ez a sorozat ne arról szóljon már, hogy mikor van vége, meg mikor kezdődik, nem? Ennek a sorozat, ez egy időtlen sorozat lesz szerintem, főleg az 1 milliárd euróval. Egyébként, hogyha majd keressük a lóvét ezerrel, ugye? Most már majd. Most megveszünk olyan eszközöket, amit akartok. Egyébként tényleg azt fogok csinálni, amit mondtatok. Csak most egyelőre a Rábas Tiger lesz a soron. De azt fogom csinálni, hogy meg fogom menni, gyerekek, a 95%, halljátok, ennyi, nem tudod leüríteni, bazza. Meg fogjuk venni a megákat. Kettő darab megát veszünk a izai helyett. Csak most nem akarom ezzel tökölni ezt a részt, de egyébként meg lehetne csinálni, azon gondolkozok. Hogy a forsiteket eladni, aztán vennénk megákat, vennénk két megát az árán, azt hiszem ugye ez 100 000-be került, ez 200 000, hát azért akkor kik a pótóri gyerekek, mi? De mondjuk 3 darab van ebből meg, testvéreim. Úgyhogy annyira nem is rossz. Na majd meglátjuk. Először legyen meg a rába, megvesszük a rába steget, megvesszük az IH tárcsát, hát ez nem lesz egy olcsó mulatság, ezt így megsugom. És utána azt fogjuk csinálni. Hogy? Lecseréljük a kettő, vagy a három fósütet egy kettő klasszra, nominátorra, oké? Okay? Szerintem akkor, de miért jövök? Ja, hát mert ott nem tudok keverni. Ja, akkor ez, szerintem ebbe kéne gondolkodnunk. Utána, meg iszonyat nagy pénzeket fogunk keresni, arra készüljetek fel. Mert amit beszéltem, hogy valószínűleg még dolgozunk, nem mondom azt, hogy nem dolgozunk, nem lógatni fogjuk a lábunkat, hanem amíg dolgozunk, addig egy napelem farmot mindenképpen ki fog építeni a Keeper. Mit vesznek? Rock lapot, vaza, vagy mit? Deszka. Deszka, mint meg a röntgött, gyerekek.
Hülye vagy, Keeper! Annyira bennem volt, bazd. Jaj, tudom, bocsánat. Jaj, de nagyon eldumálod az időt. De meglát. Azért eladnám én izébe fába is ezt. Mi jobban adna? Jobban adna. Hallod? Annyira eldumáltam az időt, bazd, hogy mondom, ez így nagyon, de jó, arra be kell vennem. Most annyira tudtam. Bocs, rácok, ez szörnyű volt, tudom. A hülyéje. Egyébként ez az aratás, ez fele annyira nem éri meg, mint a izé. Itt a faki termelés. Főleg egy kicsibe szépen ugye pótkocsira felrakod gyakorlatilag. Veszel egy pótkocsit, egy ilyen faszállító pótkocsit, aztán már azzal el vagy. Tehát ez összesen szerintem egy 20 ezeret kerestünk rajt. Nem egy erős. Nem egy erős, gyerekek. Mindegy, figyeljél. Na, ezt kell csinálni. Nekiálljunk erdészkedni, éjje? Figyeljétek, learatjuk azt a földet, nekiállok erdészkedni, jó? Egyébként az izéről akartam beszélni, a long drive-ról már dumáltam róla, mert ugye ott a Lada úgy megfogta a képzeletemet. Arról, hogy például valószínű nyáron veszünk egy izét, gyerekek, jó? Úgy mondom, hogy veszünk, mert mint hogyha ti is vennétek velem, veszünk egy 1002-est. 2101 vagy 2101-1-es zsigulit, amit dirit darabra szétszedünk és szépen felújítunk. Az elképzelés, amit ki akarok behozni, az semmi gics. Nem lesz úgy széttuningolva, hogy ilyen szétfaragott, mint tudom én, ilyen nagyon durva festés, de mit rózsaszín, meg katonaszín, meg ilyesmi, mint a Vento. Hanem a következő lesz a projekt. Az olyan messze van ez a föld, hogy az hihetetlen, itt átmegyek, gyerekek, bocsász. Erre kéne visszafele is jönnöm le, de eszembi. Mindjárt mondom, várjál, csak itt úttulan utakon megyek, aztán nehogy belekeveredjek. Itt valahol ki tudok érni? Gyerekek, jajajaj, veszélyes, igen. Itt van a patak. Itt meg a kombájn, oda nézzél. Most rövidítettünk azért. Van testvérem. Ha a földet learatjuk, akkor megyünk ide, megyünk a fáért. Ja, és olyanra gondolta, hogy ültetés. Az kell azért, már sokkal jobb. Minden autó jobban néz ki, meg van ültetve. Bár jó, nem minden, azért a 82-es MTZ lehet, hogy hülyén néznek ki ültetve, meg az ifa. De mondjuk az ifa az lehet, hogy jól néznek ki. Mit akartam? A ültetés, fehér peremes gumi, és csili-vili festés. Hibátlan, makulátlan. A izék a fém színű alkatrészek meg szépen újra kromozva. Na az úgy gyerekek, szerintem. Az úgy annál. Így valami ilyesmibe kéne gondolkodni. Itt ez meg... lehet nem is végzünk az éjszaka ezzel a földete. És tudom, figyelek. Írta valaki letaposást mondott, rakjam be, hát nincs az az Isten. Ugye sokat dolgozok kezével, gépi munkással. Mondom, hogy megcsúszott az ifa? Sokat dolgozok gépi munkással, és én nem nagyon akarom magam megszivatni azért annyira. Az ott mi ott itt balra tőlünk? Ja. Ja, szar az. Ja, valami állat. Állattartó. Állattartó helyed van balra tőlünk-e? Ja, még volt benned, testvérem? Mennyi? Ez a baj, nem tudjuk leülíteni ezeket a gépeket, gyerekek. Hát ez nem kicsit baj, gyerekek. Nem kicsit baj, lehet, hogy erősen gondolkozok, hogy a Rábas Tiger előtt klassz dominátorokat vegyünk. De azért a Rábát megvenném. Rábát vegyünk, gyerekek, légy szíves. Egyébként már csak 100 000-et kell összekoppintanom, és meg tudom venni a Rábát. Ugye azzal például mást is tudok csinálni. Egy kicsit azért félek tőle, mert ugye törzscsuklós gép, az irányítani azért ott kell lenni a toppon, minden szempontból. Mármint ugye, mondjuk amikor szántasz vele, vagy vetsz vele, vagy bármit csinálsz tárcsázol, akkor azért nehezebb irányítani, mint egy első kerék. Kestam így gyakorlatilag az első kerékré fordul, azt a várjál már, mi van itt? Azon gondolkozok, hogy ki tudok menni az útra?
Ki tudok menni az útra, és nem is vagyok egy útra. Nem emlékszakad ez a híd. Hallott testvérem? Merre vagyunk ki mi? És aztán kihasználok itt minden lehetőséget. Arja? Itt nem kéne bemennem, mert át kéne mennem a hidon, ugye? Van itt annyi föld még, mint az atom, gyerekek. Csak az a baj, hogy keszek muszáj lehet ide jutni. Nem megyünk itt jobbra, jók az árnyékok. Ugye itt jöttünk el, úgy bevágódunk, csak ne az árokba vágódjunk be. Mondjuk lehet, hogy ti örülnétek neki, lenne egy kis érdekesség. Átmegyünk szépen. Mindenen. És ettől sebződik rendesen le majd a jármű, és akkor oda kell átmennünk. Így, na, így jóval gyorsabban ide érek, mint az úton. Ha bocs gyerekek, de célszentesíti az eszközt, pénzt kell keresni így. De nem keveset termeltünk ám a napon, gyerekek. Az a baj, ugye csak napi szinten mutatja ki, hogy mennyit költöttél, mennyit termeltél, meg mindent. De összesen sokat elköltöttük mindenre már. Ennyiből, ennyi melóval szerintem itt, hogyha nem lenne modolva, majd fullos lenne minden. A francba nem fordul el. Nem nagyon szereti a idejét a... telepótot itt húzni ez, meg a full platón. Jaj, nézem, hogy üzemanyagunk is keményen fogy. Hát kell majd egy olyan részt csinálunk, gyerekek, amikor már egy kicsit úgy összeszedettebbek vagyunk. Csinálunk majd egy olyan részt, hogy TMK-zás. Hogy visszük be a gépeket szépen, aztán TMK átnézi őket, meg minden megjavítja. Nem tudom, az mennyi pénzbe kerül, gondolom nem olcsó. De muszáj lesz. Nehezen fölmegyünk egy 160 ezer környéken. Hát gyerekek, meg favágásra meg, de 250 ezer kell ugye az izéhez. Rábos Tigerhez. Azért ezt is elérjük. Ezt is elérjük. Nem gondoltam volna annyira. De azért ezt is el fogjuk érni. A Rábos Tigert is. 250 ezer euróért, gyerekek. A legdrágább traktorok kerülnek annyiba a játékba, ugye? Ugye ezeknek a modorgépeknek sajnos olyan... Ha letöltöd a modot, ugye 12 ezerbe kerül. Például azt a varába. Hát... Ez röhely. Ne. Jaj, tudom. Én legalább megfordultam, gyerekek. Ez meg mi van? Nemzeti dohány... Ne, hogy nemzeti dohánybolt van itt, hallod? Ott volt egy nemzeti dohánybolt. TSM. TSB-be. Na. Megfordultam, tudom, mit csinál a képről. Ja, mit akartam mondani? Ja, nehogy már egy izé... Annyi... Egy pótkocsi... Gabonájára kapjak egy Rábos Tigert, tök hülyén vannak beragva az árak. Jó, oké, azért, hogy mindenki meg tudja venni, jaj, ne legyen olyan drága, mert nehéz átírni, meg mit tudom én. De hát azért így reálisabb lesz. Nem van gyerek, egy 165 ezer, nem olyan rossz áv ez. Falfritték eladása, jó van, falfrittékot nem. Falfrittékot egyébként írtátok, hogy deszka, falfritték jobban, lehet jobban megérni. Csak ugye problémákba ütköznénk, mert deszkát azt ugye... Deszkát ugye fel kell pakolni. Falfrittékot fel kell pakolni, ugye? Úgyhogy ezek mind problémák. Kipennek olyan problémákat okozna, ami nem várt kiadásokkal járna. Nem várt kiadásokkal járna. Itt is át lehetne menni biztos a vasúton egyébként. Akkor ma használom a izéket, az átkelőhelyemet. Na szerintem az utolsó fuvar lesz a bifával. Utolsó fuvar lesz bifával. Úgy akarom, hogy mindenképp a telepen végezzünk, mert akkor azt tudom csinálni, hogy leürítem a pótot, azt ráfogjuk az MTZ-re. Aztán akkor kettő fuvart viszünk. Megnézzük, hogy tudunk-e pakolni. Nem biztos, hogy tudunk pakolni egyébként arra a pótra. Lehet, hogy fölöslegesen húzom ki ide. Mert ugye vannak olyan pótok, amire nem tudsz felszólni dolgokat. Úgyhogy az nem biztos, hogy sikeres lesz. Elnézést kívánok. Na, itt vannak a kombányaink. Itt vannak a kombányaink. Egyébként kb. Fékezünk ezzel a földre. Ezek nem kicsi földek ám. Ja, ott az meg le is kotkodált az egyik kombány. Azért van az csak nem tudom hány százalékot. Nem baj. Jó lesz ez. Hát ez kb. Meg is lesz az éjszaka, mi?
Azért így is keresünk, a tök jó. 124 ezerről kezdtük, most 185 ezerre fölvisszük. Ez teljesen frankó. Most egy 6 ezeret keresünk egy éjjel. Nappal keresünk majd szerintem, a nappal keresünk egy kicsit pörgősebben próbálom vágni a fát. Szerintem egy 150 ezeret összekapunk. Na figyelj, izénk lesz, gyerekek. Több mint 300 ezerük, ugye a tárcsát is kell számolni, az is pénzbe kerül. Na, megyünk a harmadik kombájnér is. Kombájnok azok mennyire vannak leszedálva, mennyire bánnak jó velük ezek a melósok? Nem tudom, nem figyeltem meg. Na, várj a barátom. Azt mondom, nincs elég köze... Várjál, barátom, hát majd megoldom ám én. Nehogy megmozdulj. Testvére, vigyázzok, most beütünk a kabinba kette, most koronavírus veszély van. Hogy az a baj, ilyen sarkokon nem is biztos, hogy megtellettek, nem tudom, megtellette egyáltalán. Hanem az a gond, hogy össze is akadnak már. Na, 32%. Várjál, haver, ott maradjál, másfél méter távolságot tartsad. Milyen szépen működik az autókombány, mondd, oda nézzetek, milyen hogy levágtak mindent. Hibátlanul, ez nekem annyira bejön. Annyira bejön, hogy az őrület. Na. Oké, és kacok, megnézzük azt a félreállt kombányt, az elvileg úgy érzékelni befejezte 68%. Jó lesz az, még azt egy kicsit megpróbáljuk leüríteni. Aztán lehet, hogy idehozom, hogyha megtellenek ezek, akkor itt még el tudja kezdeni a munkát. Ez jó lesz az nekünk. De most meg már lassan hajnalodni fog, úgyhogy... hát ez nem fejezted be, testvérem. Van ott még mit aratni. Jó van, az ott rohad rajt, hogyha úgy van. Hatékonyságra megyünk, ugye arról beszéltünk. Gondolom. Jó. Ez valószínűsítem, hogy nem fog beleférni egyébként. Ja, hogy áll a kombány? 3%, 2%. Ezek a munkások jobban vigyáznak a dolgokra, mint én magam. Ahogy látom. Ne, belefér, testvérem. Nagyon isten vagy, oké. Na hát akkor annyi. Ugye ezzel elsutjanak oda. Nem állok közel, nem akarom őket zavarni, de ha véletlen azok megtellenek, akkor ez még föl tudja venni a munkát helyettük. Ide állunk. Akkor ez még ugye be tudja fejezni a melót. Jó, csillagos éjszaka van, gyerekek. Reggel hideg lesz. Népi megfigyelés, mi? Csillagos az éjszaka, akkor lesz hideg. Azt úgy vágjátok. Azt remélem, hogy mindenki tudja. Na. Itt ki tudok menni megint, de jó. Fasza. Fasza, tanítónéni, hónap is ezt énekeljük, oké. Ezt a faterom szokta mondogatni, nem tudom miért. Igen. Yeah. Erről meg az jut eszembe, az a baj, csúnya dolgot mondom. Ja, nem mondok csúnya dolgot. Jó, pedig ez picces lett volna, higgyétek el. Na csapatjuk, 3 óra 24. Valószínűleg akkor már nem fogunk kijönni ide. Akkor ennyi volt az aratás. A kombájnok megtelenek, majd azt reggel akarom csinálni. Mindenki nagyon, nagyon hajnalban neki akkor a kárifád vágni. Állj meg, Keeper! Azt a betyár! Hallod ezt? Ne, hogy átugrott rajta az első kerekünk? Jaj, ne! Átugrott az első kerék, gyerekek! Jaj, szaraszélye fogom törni az ifát! Álljál meg! Jó! Ne, a lökös! A lökös átugrott rajt. De jó. Együtt arról, hogy korán kezdhetek. Gyerekek. Annyira megcsúszott, hogy ez hihetetlen. Nem viszitek el, mennyire durván csúszott ez a gép. Te fiú. Meg mi van, gyerekek? Mi ez a fölforgás? Ez mi? Ezek mik ezek a... Mi történt itt? Mi folyik itt gyöngyösöd? Mik ezek a fotók? Hát hallá, ember, mit arattam én itt? Ez most tényleg, erre nem is emlékszem, hogy ezt itt hagytam, nem?
Ki ezek kiemlékszik, vagy mi volt? Egyre nem figyeltünk valamire. Na, hajnalodik mindjárt, gyorsan izé. Ki akarok menni 5 órára mindenképp az erdőre ma. Kivegyük 5 órára. Kis oké. Leürítjük. A gyerekek úgy megcsúszott az elhelye, mint az őrült. Úgy tudja tolni. Kicsit agy volt a lendület. Nem igen tapadnak ezek a diagonál gumik rajt. Ne, ha írtatok poénnak, tegyek be egy ladát, vagy egy trabantot, vagy egy Wartburgot. Egyébként itt nálunk a TSL-nek Wartburgja volt. Fogunk majd berakni, de most ugye rettenetesen sok költségünk van. Hát nem csak úgy megy, hogy most én izét. Itt minden egyes kacatot, a leggagyibb dolgot, még egy legutolsó fos pótkocsit is, ami húzunk, az is 50.000 euróba kerül. Itt marha nagy árak vannak, szóval figyelünk kell. A pont tüzében volt, holtérben volt a vasút. Szerencsém volt, nem jön semmi, mert eléggé könnyedén kimentem elé. Na nézzük, utakadály van egyébként a bérelt munkás. Na most, na igen, itt a repcensz, tudom, ezt marhára el van hanyagolva. És be van érve, van olyan hely, ahol be van érve. Ja, itt ez, oké. Jó, ez így jó, az így jó. Várjál, ezt itt lecsapom. Oké, barátocskám, ezt meg vág le te. És akkor ezzel meg is vagyunk ezzel a földdel. Várjátok, a bérelt munkás kikapcsolom, mert akkor itt viszi a pénzt. Jó, hát nincsenek fullon, ez itt tökéletes, mert... Jaj, hajnalodik, bazd, és nem vagyok kint. Menjünk már, indulj el, te ifa! Világosodik, kezd világosodni, pirkad már. Jaj, egyébként ettől a pirkadottól mindig elkezdek fázni, komolyan. Nekem annyira bennem van ez a feeling. Tényleg ilyen szó szerint, hogy elkezdek fázni, ahogy látom ezt a pirkadottos időt. Amikor szoktuk menni a faterral is, izébe, ugye melóba, amikor vitt mindig hajnalba, meg fel kellett kelni minden, nekem ez a pirkadat, ez mindig az valamit kellett csinálni, valahova kellett menni. Na. Öntsd le. Ja, erre nem tudom, lehet-e fát rakni. Hát megpróbáljuk, lehet, hogy nem egyébként. Kivisszük. Kivisszük, azt meglátjuk. 185.000-ünk van, gyerekek. Nagyon jó vagyunk. Nagyon jó vagyunk. Hát most azért jövök erre. Oda az itong is van már, gyerekek. Ez valami új dolgok vannak. Na. Erre eljöttünk. Lepattintjuk a pautkocsit. Ezt megpróbálunk. Ráállni. Nem 10 éve. Jaj, barátaim. Tipper szenvedése most következik. Utál forgó zsámolyossal tolatni. Miről beszélsz? Oda nézzél, testvérem. Hát fel tudod rakni a rudat. Jaj, nincs ríze, nincs hátsó csatoló, ezen a retken. Várjatok a másikon. A másikon van. Ja, akkor jó van. Ó, megvan, ott van. Akkor azt rakjuk előre, egy az egész, gyerekek. Baromira meg is sietni kéne, mert hajnalban kint akartam lenni az erdőn 5 órakor. Hajnali 5-kor kint akartam lenni az erdőn. Erre meg a tökölés megy. Van az a egyáltalán csatoló? Most ezt halál komolyan kérdem. Aha, van. Hó, az igen, gyerekek. Jaj, a farakás. Na gyerünk, menjünk már. Veressük, mint a veres egyházi gyerekek. Hajnalban megyünk ki az erdőre. Ejjj, a 8-falassal. Két pont kocsival, 43%-ra le van divincselve, látjátok? Az első. A Wood HV6-fal az meg még virul, él és virul. Az MTZ is az én van. Jaj! Ennyél!
Azt a rohadt. Kezdi, menjél! Jó, menjünk az erdőre, gyerekek. Ja, izé, az MTZ is kicsit le van szedálva. Jaj, pröpita izé. A pici pót az rettenetesen szét van már verve. Jó, nem baj. Nem baj, gyerekek, oda megyünk szembe, látjátok az erdőre, oda. Ó, rupa pót. Ja, kapott a izé. Havi hat fal, ami hátul az egész jó bírja. Jó, van, mondjuk ez az MTZ és a gyélek goggolok mindenhol. Még a földes úton is jó. Ahhoz képest jó bírja. Hát igen, egy nagy TMK-s művelet is meg kell csinálnunk. Dupla fonttal nem kéne kiverni nagyon a vonat elé. Csak a bajok vannak belőle, gyerekek. Megpróbáljuk az elsőt elkezdeni rakni. Azt én arra azt tervezem, ha sikerül csinálni, akkor még ha egy picit éjszakában húzódó dolog is lesz, akkor is fogjuk csinálni. Gyerekek, 5 óra 19 már állunk neki. A placon fogunk ugye dolgozni megint csak. Ha kell, akkor oda visszük a fát. Nem a szalmába kellene. Elég sokat levágtuk. Mi oda nézzetek? Na itt végig ideállok. Így. Ez az, gyerekek. Nagyon jó, nagyon jó. Oké. Na várjatok. Meg kell kapcsolod vissza? 8-as. Oké, gyerekek. Annyit meg akarok próbálni mindenképp. Azért fogyott. Írtátok, hogy kevés fogy az MTZ-ben, kevés üzemanyag, de azért fogyott belőle. Na. Döntsünk ide egy fát, és megpróbálom, hogy az első kocsit is tudjuk-e rakni. Jó? Oké, gyerekek. Az feltétlenül. Föltétlenül ki kell próbálni. Valam erre arra próbálom dönteni. Bár lehet, hogy le fog gurulni. Ja, meg izé! Én ezelőtti részben olyan könnyen itt szórakoztam azzal, hogy na egy méterre döntöm, na fél méterre döntöm a kocsi elé, meg ilyenek. Ezt elfelejtettem, hogy van sérülés mond. Hát ha rádurrantom a fát a kocsira, lehet, hogy... Vagy a traktora, lehet, hogy nem annyira nagy biznisz lett volna nekem, az nem. Összetört volna mind a szar. Egyébként mennyire van ez? Hát azért 4%, igen. Hát az erdőn az koptak a dolgok, gyerekek, ugye? Most ez nem is az, hogy szerencsétlen a kiütőr, az a 4% meg a 3, hanem egyszerűen kapja. Kapja az íve. Gyerekek, köd van, hallod, ennél jobban feelinget nem adna vissza ez a játék már. Ködös az idő. Nem hiszed el, köd van, hallod? Nagyon meg van csinálva. Ó, milyen jó az a köd. Hallod? Tiszta para? Tiszta, nem úgy para, hanem úgy de egy nagyon déjà vu érzésem van. Nem tudom, hogy vágjátok-e, mire gondolok. Kicsit ilyen őszies, ködös időnek tűnik. Ja, a súly az nem ártad volna, bár mondtátok, hogy a segére hiába raksz súlyt, ha az oldala irányi problémákat nem igen fogja megoldani. Hát lehet, hogy egy picit azért segített volna, de nem baj. Na. Ide lehoztam, ugye itt dolgozunk. Ja, valaki írta, hogy... Jaj, valaki írta. Valaki írta, hogy... nem tudsz te sokat a favágásról. Szóljál, hogyha kérdésed van, majd én segítek. Vagy... Szóljál, ha valami kérdésed. Jaj, mondom, jó, oké, barátom. Jaj, itt nincsen kézi fölpakolás, úgyhogy engedhetjük hosszabbba egy kicsit. Elfeledkeztem, majdnem izé, mondom. Kézzel fölrobom, akkorába kéne vágni. Ugye FS19 az már megint be... kiütközik a keeperön. Mindjárt megnézzük. Mindjárt megnézzük, föl tudjuk-e dobni oda, jó? Egyébként nem akarom olyan hosszúba vágni, mert hogyha csak bele tudom dobálni. Ez most jó hosszú lett mondjuk. Na, nézzük. Majd arra rakjuk mindig, amikor... A picire ki akarom próbálni, azt a picit egyáltalán föl lehet-e dobni, mert ha nem, akkor itt... Gyerekek, mennyire nagyobb köd van, moré? Hát majd mi van, füst van, tüzelnek? Vagy mi? Valaki... Sütsük a szalonnát? Vagy mi? Ágat égettek? Csekmetet égetitek? Na nézzük. Ne imádkozzatok, mert akkor kettő kocsiba tudunk menni. Hamsterre feszedem, mi? Na figyeljünk. Egy. Remélem, nem biztos. Beleesik-e? Aha, erről beszéltem. Ezek állva jobb volt kocsi vodok. Megáll a tetején. Jó vagy, gyerekek. Akkor ez felhajtós. Ó, te fiú pedig azt úgy örültem volna neki, hogy a franc nem esett bele, nem gyerekek? Na mindegy, akkor ezt itt elrendezem gyorsan.
Hát nem vagyok boldog, na. Nem vagyok boldog. Hát ezért le kell jönni akkor majd izé. Itt a hamster is. El kell jönni majd. Na ott föl is vannak fake. Azokat is majd erre megdöntöm. Ja, hát ez... Nem vagyok boldog. Ez a pontkocsi jó lenne volna. Jó lenne volna. Micsoda körbe a gyerekek egyre nagyobb. Jó van gyerekek. Így könnyebben körbe is járom. Hát igen, ez most probléma, hogy... Sajnos nem lehet arra rakni. Pedig tényleg éltem volna, tetszett volna. Jaj, te fiú, kicsit alacsonyabban kéne vinnem, akkor nem lenne az, hogy födön többi. Ó, de kar, de kar. Ja, mondtátok, hogy autólód meg minden. Hát ez a pontkocsi tudja az autólódot, de... A Keeper nem fogja használni természetesen. Hát ne vicceljetek velem. Nem, hát miért? Nem használok autólódot. Bocs gyerekek, aki... De ugye ez most, ne haragudj, valamilyen szinten azért valamit kelljen is dolgozni, de most autólódda felszórom a fát, annak nem olyan nagy értelme van. Hát ha voltál erdő, láttál már autólódos pontkocsit? Tudom, most nem izé KCR-re gondolok, ami felpakolja magának, hanem olyat, ami megnyomod a gombot, ez felpattanik rá a fa. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy láttál. Nincs is. Azért nem is, figyeljetek, autentikusak vagyok, de most erre gondolhatjátok, hát a kombány sem megy magától. Legalábbis, ez, persze van már olyan kombány, ami megy magától, de a GPS alapján, de tudom, ezek a régi forsittek nem mentek magától, de az ugye munkás. Munkást veszünk fel, hát rendesen megcsinálja a munkát, nem az, hogy fel eltűnik a, mit tudom én a... Jaj, nem, már megint a izé. Végében nem lehet rakni. Küldtetek egyébként pautkocsikat, nagyon tetszenek. De egyelőre azokat hagyom, mert egyszerűen nem akarom váltogatni mindig annyira gyorsan a modokat. Ez például tök tetszik, ez a AV60, csak nem értem, miért nem lehet kiengedni rajta. Esetleg az lenne egy olyan verziója, ami nem autólodos, gondolom lehet az autólod miatt akarja azt csinálni, hogy ugye nem engedi ki hátul. Nem baj, ezt megrakjuk mind az őrült gyerekek, ezt a pótot, aztán akkor ugye 120 ezer körülbe fogunk keresni. És azért lehet, hogy el is vágom ezt a videót, hogy a következő részben iszonyat meg tudjuk durrantani. Jó meg tudjuk rakni. Mert ugye egy rész alatt akkor így elkapkodnám. De akkor a következő részben tényleg az égig. Amit bír. Amit bír. Tök jó hasonlatokat mondtatok. Valaki mondta, hogy apukám szokta mondani, hogy van még hely felfelé. Rakja csak, fiam. Na, így szépen, ameddig bírjuk gyerekek, szépen elrakjuk oda is, egy pici kuglit berakunk, szépen. Én azt mondom, hogy a következő rész a szóljon arról, még ha éjszakában is húzódik, hogy ezt a pontot, ezt gyerekek, amit bír. Ja, és nem lehet lekötni, valaki írta, hogy le lehet lekötni, nem lehet lekötni. Sajnos. Ja, meg az autóloddal ugye lehet, hogy az lenne baj, ugye, hogy be van a damage mod, amikor mondtátok, hogy ha összeraktam, akkor jobbak egy autólodot. De ugyanúgy ilyen tök hirtelen rendezi autólodos pótkocsi, ismeritek, hogy így beszórja, akkor lehet, hogy az lenne ugye, hogy sérül mind az atom a pót. Na, köszi szépen a figyelmet, következő részben fapakolás lesz egész végig, aztán akkor történetmesélés, mert akkor az annyira nem olyan pörgős, és akkor onnan folytatjuk tovább. Gyerekek, hol van a rugó? Hol van a rugó? Kéne rugónak lennie, ami tartja ezt a ízet, kocsirudat. Azon szoktam hülyeskedni gyerekkoromban, mindig így ugráltam rajta. Azért jó játék, nem? Az játék kiskorodban azt csinálod. Az a játék, hogy tényleg ugye voltak azok, amik így leestek, ezek a rudak. Volt az, amelyiken volt két rugó, és akkor azt tartotta, és arra így ráugrotta, és és akkor ilyen, mint a izé, a paraszt trambulinba, azért tudjátok, azt izét így föllőtt a levegőbe. Azt persze, ez az egész rudvar értett 100 kiló, nem számít, orba vág, vagy bármi gyereknél, nem? Régen? Most ne haragudjatok, most tényleg ennyit anekdótázzak, addig megállítom az időt, hogy ne menjen, mert ugye addig úgyse dolgozunk. Hát régen milyenek voltak a játszóterek meg a mászókák? Hallod? Most ilyen alá van szivacsozva minden, meg minden fából készül, meg minden le van burkolva, még a csavaroknak a hegye is, gyerekek, olyan szinte le van burkolva, nehogy meghalljon a kölök. Régen mi volt? Beton. Főhúztak fölé egy ilyen, voltak azok a rakéta nevezetű, vascsőbű, radiátorcsőbű, vagy mit tudom, egy szolos csőből megcsinálták a izét, egy akkora volt, még most sem mernék felmászni rá. Vasbu.
Minden vasból. A körhinta az olyan volt, hogy ifakerékre ráhegesztettek ilyen vasokat, ilyen kétszoros csövekből, amire ráütél a végére, és egy ifakerék volt a körhinta. Nem az, hogy a csavarok nem voltak leburkóva, vagy műanyagból készült, ifakerék volt, morettel. Rajt voltak az agyákkal lelehúzva meg minden, vagy meg volt hegezve, nem tudom. De hát ilyen nagyon brutál. Olyan mászokák voltak, hallott, tiszta vas az egész. Leesté, csapulta háromszor, bum, ledír. Mert alatta azért azt hiszem fű volt. De hát... Mit tudom én, homokozó is, ó, minden. Hát semmi nem volt ilyen izé. Ezt mégsem nagyon szerintem húrtak meg a gyerekek, mert nem tudom. Most meg olyan szabályok vannak, nézd, itt is nálunk a faluban csináltak egy játszótér, 11 millió volt. Mondom, mi volt 11 millió ezen gyerekek? Na jó van. Na, akkor köszönöm szépen a figyelmet, azt jók legyetek, akkor majd következő részben fapakolás az erre, 7 óra 24-től. Időpörgetés természetesen tovább folytatódik, csak mondom, amíg elmondom ezt addig izé. Nem. Na, jók legyetek, csumicsa.